Kedves nézőink, a nyári szünet előtt a Ceglidik Jégcápák három korosztálya is szezonzáró tornán vett részt. A 11 csapat versengéséről és az edzői értékelésekről szól a Cápa TV 70. adása. Jó szórakozást! Mondanám, hogy nagyon készültünk erre a tornára, de mi inkább ilyen levezetésnek szerettük volna, egy tökéletes évzárónak. Nagyon örülök annak, hogy a lányok tét nélkül, de mégis nagy küzdeni akarással tudták teljesíteni ezt a tornát, és 100%-osan mind a két mérkőzést megnyerve, végre a vecsést is egyszer legyőzve sikerült megnyernünk ezt a tornát. Az első ellenfelünk a Gárdony együttese volt, őket nem ismertük, ellenük egy nagyon szoros, igazából kiki meccset tudtunk játszani, végig fejfej mellett haladtak a csapatok, hát sajnos a végén kettővel elmentek, és ez elég volt az ő győzelmükhöz, így ezt a meccset nem sikerült megnyerni. A második meccsünket az Inárcsán lejátszottuk, ott jól mentek a lányok, nagyon jól védekeztek, azt a meccset meg tudtuk nyerni, így végül a harmadik helyen zártuk a tornát. De nagyon ügyesek voltak a lányok, voltak olyan dolgok, amik most értek össze a bajnokság utáni utolsó performance-ra, de nagyon örültem annak, ahogy játszottak a lányok így az utolsó alkalommal, úgyhogy gratulálok mindenkinek. We'll be right back.
Nagyon büszke vagyok a csapatra, tényleg állati jól játszottak, mindent megcsináltak, amit kértem, hát természetesen nyertünk is ezáltal mind a kettőn. Én sajnálom, hogy vége van a bajnokságnak, mert remekül összeállt a gárda, csak szuper dolgokat mondhatok róluk, tényleg nagyon jó volt ma edzőnek lenni itt az U12-nél, úgyhogy bravo, szép volt.